Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. Jó reggelt ismét a hallgatóknak, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a 90.9 Jazzy Rádión, Kántor Endrével. És Gede Balázzsal. És 0630 20 10 909 érkező üzenetekkel, SMS, WhatsApp és Viber számmal. Azt írja nekünk egy hallgató, hogy a sátrasok, öreg rockerek, Harley Davidsonok, Steppenwolf, ilyeneket kell elképzelni, kedves Endre. Ja, most, hogy most nem voltam ott. Most, igen. Na, megnézzük, hogy jött-e út információ. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n. Te látsz valamit? Na. Igen, baleset van ugye a 20. kerület Kossuth Lajos utcában a Szent Erzsébet térnél, és hát azt nem tudom, hogy az Irinyi József utcában a Bogdánfi utca előtti balesetet azt így felszámolták-e már, de remélem, mert ugye ez már egy jó ideje volt. Minden esetre tartanak ezek a felújítások, félpályás lezárások, egyirányosítások nagyon sok helyen, leginkább ugye a Szentendrei úton, az Irinyi József utcában, és az M3-as kivezetőn a Szent Mihály út előtt a Gábor Áron utcai kihajtót is lezárták. Azt látom, hogy a hallgatók utoljára ezt a Tatai úti biciklis esetet írták, mármint azt, hogy a biciklisek az úttesten közlekednek, mert hogy felújítják a bicikliutat. Van még egy ilyen kerékpáros hírünk, a Dunakanyarban a 12-es főúton Zebegény és Nagymoros között a 18-as kilométernél egy sávon megindult a forgalom, jelzőlámpás irányítással a főúttal párhuzamos kerékpárút is használható. Úgyhogy aki arra jár, vagy közlekedik, az mehet cangával is. Na, hát kérem szépen, ahogy azt beharangoztuk, egy izgalmas témánk lesz, az interim managementről és interim menedzserekről fogunk beszélgetni. Itt van vendégünk Lengyel Péter, az Interim Kft. Ügyvezetője, partnere, vezető, tanácsadója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Na, hát ahogy azt említettem, a beharangozónkban is egy pár szót, mivel itt beszélgettünk az adásban, azt nem mondom, hogy felülreprezentált a műsor az interim témát tekintve, úgyhogy nem árt egy kis ismétlés. Nézzük meg, hogy ki az interim management, mit csinál ő? Az interim management szolgáltat olyan felső és középvezetőket, akikre egy vállalkozásnak egy meghatározott időre van szüksége. Mi lehet ez a meghatározott idő? Ugye ez azon múlik, hogy elmegy a főkönyvelő szülési szabadságra, nem tud főkönyvelő nélkül működni. Ez a legegyszerűbb esete a dolognak. De ugyanakkor vannak olyan nagyon jól körülhatárolható, körülírható esetek, amikor például be kell vezetni egy új tevékenységet, ahol egészen másfajta szakmai tudást igényel a maga a bevezetés, mint utána annak a működtetése, és itt ez alatt értünk egy új gépsornak a beállítása, vagy a korábban nem volt valamilyen funkciónak a behozatala a cégbe, egészen mások az igények. A mi dolgunk ilyenkor mindig az, hogy adjunk egy olyan embert, aki ezt felelősséggel meg tudja csinálni, és addig nem jön el, amíg át nem adta annak, aki ezt majd hosszú távon fogja működtetni. Akkor itt nem egy univerzális menedzserről kell beszélnünk, aki ért a könyveléshez, a gépekhez és a mindenhez, hanem minden területre van egy ilyen szaki, aki bevethető? Jó volna, hogyha lenne egy darab ilyen, vagy száz darab ilyen, aki bármire, de sajnos nem, vagy hál' Istennek nem. Nagyon sok olyan emberrel vagyunk körülvéve, interim menedzserekkel, akik mindig a meghatározott és minél jobban körülírható feladatot kapunk, annál pontosabban tudjuk eltalálni, hogy ki lesz az ideális interim menedzser, aki ezt el fogja tudni látni. Nagyon jó, hogy ezt most mondta, ezt a jó feladatot, mert hogy akkor ezek szerint igazából karakterek vannak, és most próbálok egy kicsit így egyszerűen fogalmazni, mint mondjuk egy filmcastingnál, hogy milyen típusú embert keresünk, vagy pedig szakterületek vannak, ahogy mondjuk valaki mérnök végzettségű, vagy valaki közgazdász végzettségű, és akkor ez alapján döntenek. Hát nem a magas kék szemű alapvető leírása a jó interim menedzsernek, hanem leginkább a tapasztalat.
Tehát ahhoz a feladathoz, amire keresi a megbízónk, vagy mi az interim menedzsert, azt próbáljuk minél pontosabban meghatározni, körülírni, és keresünk olyanokat, akik ilyet már csináltak, akik ha kell, ugyanabból az iparágból jönnek, de ez nem feltétlenül szükséges, de mindenképpen van olyan tapasztalatuk, sőt, ideális esetben egy kicsivel szélesebb körű az ő tapasztalatuk, és ennek következtében azt a dolgot, ami az ő dolguk lesz bevezetni valahol például, azt úgy tudják csinálni, hogy közben nem sértik a társterületeket, hiszen ők pontosan tudják, hogy milyen hatással lehet ez mondjuk egy termelés indítás, az ugye nem csak azon múlik, hogy a gépek hogy állnak be és hogy működnek, hanem azokat el kell látni, azokhoz kell minőségbiztosítás, és ha valaki olyan csinálja ezt a termelés bevezetést, akinek vannak minőségügyi, logisztikai tapasztalatai, akkor sokkal hatékonyabban, sokkal kisebb szúrlódásokkal, sokkal gyorsabban meg tudja csinálni. Endre, hogyha már említetted a filmeket, beugrott nekem egy az Egek ura, George Clooney-val. Nem tudom, hogy ő interim menedzser volt-e, ugye az volt a dolga, hogy kirugdosson embereket, tehát őt azért rakták oda átmenetileg a cégekhez, mert hát ez egy ilyen piszkos munka. Ez csak egy átkötés arra, hogy nézzük meg, hogy milyen területeken bevethetők ők. Nem. Ez lehet, hogy nem pont Igen, nem őrá vagyunk a legbüszkébbek, bár... Egyébként ez egy létező feladat? Tehát, hogyha nem is ilyen vadul, hogy konkrétan oda megy kirúgdosni embereket, de mondjuk egy ilyen szanálási feladat, vagy abszolút. egy ilyen rossz bőrben lévő céget. Hát legyük a rossz, de akár a jó bőrben levő cégnél is. Tehát amikor hirtelen le kell csökkenteni a létszámot, vagy hirtelen meg kell növelni, mert mondjuk bejön egy újfajta tevékenység, és nincsen erre kiképzett, gyakorlott HRS kolléga a cégnél, akkor egy olyan, akinek viszont van ebben gyakorlata, az sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban meg tudja csinálni. Tehát sajnos Clooney eset az előfordul, de nem ezzel szeretünk élni. De egyébként ez így van, hogy akiket keresünk, nekünk van egy 3500 fölötti főnél többet tartalmazó adatbázisunk. Ők csupa olyan ember, akik eldöntötték, hogy szeretnének interim menedzsmenttel foglalkozni. Nem biztos, hogy csak azzal szeretnének, de egyszer bejelentkeztek hozzánk, hogy ha adódik olyan feladat, amire ők lehetnek a jó jelölt. 3500-an? Igen. Hát igen. Akkor ott tényleg lehet, hogy sikerült lefedni gyakorlatilag minden területet. Hát nagyon-nagyon-nagyon ritkán fordul elő az, hogy valamire nincsen a kezünket, ember. És azt mondjuk, hogy ezt nem tudjuk. Mit csinál egyébként az interim menedzser, amikor nem interim menedzserkedik? Igen, hát vagy elmegy állásba, de mi ideálisan azt mondjuk, hogy az a jó interim menedzser, akinek van valami mellék tevékenysége, egy családi cége, ne adj Isten tőzsdézik, tehát legyen valami, amivel, és nem is elsősorban azért, mert pénzt kell keresnie, hiszen az is elég fontos, hogy egy legyen valamilyen megbízható anyagi háttere, amire tud támaszkodni, amíg nincsen éppen megbízása. De ami nagyon fontos, hogy az agyát tudja használni. Ne tespedjen, ne felejtse el, hogy milyen az, amikor aktívan valamit csinálni kell, legyen valamilyen tevékenység. Ez a kettő az, ami nagyon fontos, és legyen benne egy eltökéltség, hogy bírja azt a tempót, amit az interim management kíván, vagyis amikor projekt van, akkor minden bele, 120%-on minimum nyomni kell, és amikor meg nincs, akkor meg türelemmel kell. Zenéljünk egyet, azt javaslom. Jó, mert van egy kérdésem azzal kapcsolatban. Nekem annyi van, én azért akarok egy helyet csinálni itt a hírekig, hogy beszélgessünk, mert nagyon sok. Tehát itt onnantól kezdve, hogy milyen méretű cégnél lehet ezt bevezetni, bedobni. Nem is sorolom. Zenélünk egyet, aztán jövünk vissza, beszélgetünk tovább Lengyel Péterrel, az Interim Kft. Ügyvezetőjével, partnerével, vezető tanácsadójával.